Üdvözlet mindenkinek a mai videóban az LS Models 2023-as egyik újdonságát, a két kocsiból álló háló és fekvő kocsis szettet fogom nektek most bemutatni. Ez a szett egy hatalmas nagy kihagyott zicser volt eddig, de az LS Models most a Neumann Modellizer-ben jó voltából, illetve közreműködésével lecsapta ezt a dolgot, és milyen jól tette, hogy lecsapta ezt a kis zicsert, hiszen az első adag ilyen kocsi az gyakorlatilag előrendelésben elfogyott, és már jelezte is közben a modellbolt, hogy leadta a rendelését egy következő szériás ilyen kocsi szetre, ugye többféle pályaszámban jöttek ki ezek a járművek, így azok majd a jövő év elején várhatóak, hogy megjelenjenek. A két kocsi típus viszonylag új a hazai szolgáltató flottájában. 2020-ban szerződött le a MÁV Start a szlovák VSBA-val, 9 hálókocsi, 8 fekvőhelyes és 5 mozgássérült szállításra is alkalmas fekvőhelyes kocsi megvásárlásáról. A hálókocsikat a Wagonbau Görlitz gyártotta részben orosz, részben egyéb kelet-európai vasúttársaságok részére, míg a fekvőhelyesek X-típusú korábban a Deutsche Bahnnál szolgált, az ezred fordulón teljes átépítésen és felújításon átesett kocsik. A járművek érkezés utáni honosítását Dunakeszi járműjavító végezte, majd 2021-ben álltak forgalomba különböző nemzetközi éjszakai vonatokban. Érdekesség, hogy a honosítás alkalmával nem kaptak új revíziót, az eredeti dátumokkal közlekedtek a kocsik a legközelebb esedékes revízióig. A Neumann modellbolt megbízásából két eltérő szett érkezett a belga gyártótól. Az egyik egy VLA-BMZ és egy BCMZ kocsit tartalmaz, a másik pedig egy eltérő pályaszámú VLA-BMZ és egy mozgássérült szállításra is alkalmas BCBMZ kocsit. Én ez utóbbiból vásároltam, így ezt a szettet fogom nektek bemutatni. És most nézzük meg közelebbről a modelleket. Az LS Models már korábban kiadta mind a háló, mind a fekvőhelyes kocsit más vasúttársaság színeiben, viszont ez a mostani az első alkalom, hogy a gyártó MÁV járművet jelentetett meg. Kezdjük a bemutatót a hálókocsival. A modell első ránézése rendkívül szépen és finoman kidolgozott, formailag teljesen exakt leképzése a nagyvasúti járműnek. Jók a főbb arányok, a méretek, a tető lekerekítése. A kocsi remekül eltalált, pontos formáján túllépve, igazándiból a részletek azok, amik megfogják az ember szemét. Minden kis apróság, amit el lehet készíteni ebben az építési nagyságban, ki van dolgozva a modellen. Itt nem csak egy átfestést kapunk, hanem olyan részletességű modellel van dolgunk, amihez hasonlót eddig hazai vonatkozásban nem nagyon láthattunk. Külön kiemelném az ablakok kidolgozását, ami rendkívül tetszetős és filigrán. Illetve a feljáró ajtók környékét is, ahol minden kis apró részlet megjelenítésre került, még olyan dolgok is, mint például az ajtónyitó gombok precízen pontosan festve és tamponozva vannak. Itt azonban sajnos az ajtón található ablak szélessége nem teljesen pontos. Egy nagyvasúti kocsit lemértem, az 1,87-re átszámolt méret nem stimmel a modellen mérttel. Az eltérés ugyan kicsi, 0,7 mm körüli, de szabad szemmel is kiszúrható annak, aki közelebbről ismeri a modellezett járművet. A modell alváza is részletesen kidolgozott. A kocsi a gyártó régebbi konstrukciója, így bizonyos tekintetben egyszerűbb a kialakítása, mint az újabb fejlesztéseknél, ezért nem tartalmaz maradott alkatrészeket, például a ventilátorok rácsa itt még fröccsöntéssel került kialakításra. Az alváz berendezések egyéb iránt szépen ki vannak dolgozva. A kocsin hiába keressük továbbá, nem találhatóak meg a forgóváz kifordulását gátló kis nyúlványok. Ennek az oka abban kereshető, hogy ezek pontos modellezése ellehetetleníteni a forgóvázak ívekben történő elfordulását, ahogy ezt például láthattuk az ACME CSE VLA-BME hálójánál. Így ez egy a használhatóság oltárán tett kompromisszum. A jármű alatt a nagyvasúti járművön megtalálható GP200-as típusú forgóvázak rendkívül részletesen kidolgozott leképzése található sok apró részlettel, mint például a csapálytok, a kígyózásgátló, illetve a különböző vezetékek. A gyártónak jól sikerült megoldania a tárcsafék imitációkat is, ezek illesztése pontos, nem sorjásak, nem érnek hozzá a tengelyekhez, mint az ACME kocsik esetében azt manapság látni szoktuk. A tengelyek egyéb iránt csapágyazatok, gyári áramszedés viszont nincs kialakítva. A kocsi festése a gyártótól megszokott magas minőségű,
Pontosak a színek, szépek a maszkolások, minden festve van, nincs nyomtatott részlet. Egyedül az egyik oldali táblatartónál találtam egy kis pontatlanságot, itt a tartó alján a világos kék vonal nem passzol a kocsi szekrényen futó vonalhoz. A feliratok pontosak, élesek, még a legkisebb, már-már makróval és fotózhatatlan piktogramok is tökéletesen vannak felvíve a járműre. A kocsik homlokfalai is feliratozottak, itt is minden a hazai kocsiknak megfelelően található meg. A homlokfal mellett a jármű alváza és forgóváza is az eredetinek megfelelően megkapta minden apró feliratot. A kocsi belseje tartogatja szerintem az igazi ínyenségeket. A gyártó híres arról, hogy minden még nem látható kis apróságot is elkészít belül is, nincs ez másként ennél a modellnél sem. A fülkék alapból éjszakai módra vannak berendezve, lehajtott ágyakkal, és emellett még számos kis apróság is megtalálható bennük. A belső teljes mértékben festett és kidolgozott, mindenhol a nagyvasúti járműnek megfelelő tamponozott feliratokkal van ellátva. Kívülről is jól láthatóak a színes ajtók, ágyak és ülések. Ez a kocsi szinte kiállt a jó minőségű hozzáillő belső világítás beszereléseért. A hozzám került kocsi futása szép, könnyen gurul, nincs nyikorgás, központosak a tengelyek. A közelkapcsoló kinematika szépen teszi a dolgát, rokó fecskafarkassal kapcsolva egyenesben teljesen összezárnak a gumihurkák, ívben pedig szépen távol tartja a kocsi végeket. A minimális bejárható ívsugár a mellékelt leírás alapján 358 mm, ív ellenév kombinációban pedig 420 mm. Nálam a kocsi probléma nélkül teljesítette a fenti értékeket, siklás nélkül a terepasztalon és a próbapályámon Pico R1-es íveken is biztosan üzemelt. Több kocsival is teszteltem a jármű viselkedését, egyedül a Brava halmestatti kocsikkal kellett a magasságállítós kapcsolóval megnövelni a kocsik közti távot, ez nem lepett meg, lévén azoknak a kinematikája miatt más kocsikkal, illetve saját magukkal kapcsolva is ezt a trükköt kell alkalmazni. A kocsihoz illő Acme, NMI és Rocco kocsikkal semmilyen gondot nem tapasztaltam együttjáratás közben. És most térjünk át a fekvőhelyes kocsira. A mozgássérült szállításra is alkalmas fekvőhelyes kocsi az 1960-as években gyártott X-típusú jármű. Ezeket a kocsikat 2001 és 2003 között újították fel Németországba, majd innen kerültek a Szlovák Hálókocsi Társasághoz, ahonnan a Mástart megvásárolta őket. A jármű formailag pontos, méretben, arányaiban hülyen modellezi az eredeti járművet. A jármű oldalfalán helyes az ablakok mérete és elrendezése, és pontosan megjelenítésre került az egyik végen a mozgássérült szállítás okán az emelő miatt megnövelt méretű ízelt ajtó is. Részletek tekintetében hasonló a helyzet, mint a hálókocsinál, itt is minden az építési nagyságban megjeleníthető apróság meg van jelenítve. Ennél a kocsinál is parádés az ablakok kidolgozása, a kocsi végek is szépen kidolgozottak, az átjáró ajtó és környéke is maximális részletességgel és valósághűen ki van dolgozva. A jármű alváza itt is részletesen kidolgozott, ennél a kocsinál én úgy találtam, hogy a modellen pontosan szerepelnek a különböző alvázdobozok, amiknek a kidolgozása hasonló a hálókocsin látottakhoz. Ennél a kocsinál is hiányzik a kifordulás gátló nyúlvány, ennek az oka hasonló, mint a hálókocsinál. A kocsi alatt MD523-as forgóváz található, részletesen kidolgozott filigrán darab, amin külön elemként van megjelenítve a jellegzetes szekunder rugó és az asztartó bölcső is. A tárcsafék imitációk itt is hasonlóan vannak megoldva, mint a hálókocsin, sorjamentes, pontos illesztésű alkatrészek nem akadályozzák a kocsi futását. A tengelyvégek csapágyazottak, áramszedéssel nincsenek alapból ellátva. A jármű festése hasonlóan pontos, mint a hálókocsinál, feliratozás terén szintén hasonlóan a hálóhoz, itt is minden kis apró felirat elhelyezésre került, az alváz és a forgóváz feliratozásán sem spórolt a gyártó. Ennél a kocsinál külön kiemelném az ablakokra tamponozott, kihajolni veszélyes piktogramokat, ezek a részletek is tökéletesen élesek és olvashatóak. A jármű belseje itt is magas szinten kidolgozott, teljesen festett és tamponozott a belső berendezés. Külön érdemes megemlíteni a fülkeajtók pazar kidolgozását és a fülkékben elhelyezett filigrán létrákat is. A jármű gyárilag éjszakai üzemmódra van berendezve, de az ágyakat egyesével fel lehet hajtani,
így nappali kialakítás is megoldható igény szerint. Az ablakok víztiszták, így nappali fénynél is jól kivehetőek a belső részletek, de igazán jól mutathat a kocsi esti üzemmódban megfelelő a járműhöz passzoló világítással, amit várhatóan a világításokra szakosodott hazai gyártók hamarosan elkészítenek. Futásminőség tekintetében ez a kocsi is hasonlóan vizsgázott, mint a háló, problémát nem tapasztaltam itt sem. Összességében mindkét jármű magas szinten kivitelezett és nagyon jó összeszerelési minőségű modell. Emellett kellően masszívak, nem kell félni még az apró részletektől sem, minden biztosan rögzítve van, törésre, lepotyogásra semmi sem hajlamos. A kocsi felhasználhatósági köre nagyon széles, gyakorlatilag bármelyik Euronight vonatban előfordulhatnak, leggyakrabban a Metropol és a Kálmán Imre szerelvénye tartalmaz ilyen kocsikat, de például az Adria Intercity-ben is megtalálhatóak ezek a járművek. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép szettel gazdagodott a hazai vonatkozású paletta. Tényleg mind a két kocsi minden részletében amennyire lehet hű az eredeti járművekhez. Én komolyabb minőségi problémát nem találtam velük kapcsolatban, egy abszolút felső kategóriás szettről beszélhetünk, felső kategóriás vasútmodellek. Az áruk is ehhez mérhető, ugye 200 euró a két kocsis szett, ez azt jelenti, hogy azért 100 euróba kerül, hogyha leosztjuk egy kocsira, ez semmiképpen nem olcsó, itt ugye már a 40 ezer forintot súroljuk lassan a per kocsira vetített árral, viszont ezért egy olyan magas minőséget kapunk, amit eddig szerintem nem nagyon láthattunk hazai fronton, főleg személykocsik területén, így mindenképpen szerintem egy jó döntés volt ezzel a szettel előhozakodni. Másrésztről meg ugye egy olyan kocsitípussal, olyan kocsikkal van dolgunk, amik nagyon sok nemzetközi Euronight vonatban előfordulhatnak, ugye Németország fele, illetve a nyáron az Adria fele is közlekednek ilyen járművek, úgyhogy a nemzetközi vonatok kedvelőinek ez egy nagyon jó kocsitípus választás lehet. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!